Következő vendégünk itt a stúdióban, jó reggelt kívánunk Metál Zoltánnak, aki az Országos Taxi Szövetség elnöke, mert ugye a beszélgetésünk apropója azért többek közt az, hogy nem csak a turizmus, vendéglátás, és még sorolhatnánk a különböző ágazatok, akik válságba kerültek a koronavírus járvány ideje alatt, hanem a taxisok is. Képzelj el, hogy múltkor, nem mondom a társaságnak a nevét, múlt héten ültem egy taxiba, természetesen az 8 óra előtt volt, és kérdeztem a taxistól, hogy még mennyit akar dolgozni aznap, hogy mióta van kint, és mondta, hogy nézze Robert, megismert így a hangom alapján. De. A hangod alapján? Pontosan úgy. Arcról, nem csak a hangod alapján. Igen. Azt mondta, hogy ha már, és nem akartam elhinni, azt mondta, ha már 4-5 fuvarja van egy nap, tehát amíg őt kint van, nem tudom, 5 órát, 6 órát, már elégedett. 16 órát. Ez a szomorú valóság. Mi hány órát? Ez a szomorú valóság. Tulajdonképpen 8-10 órát dolgoztak a válság előtt a kollégáim, általában egy kicsit többet, valaki kevesebbet. Márciustól ez úgy változott, hogy tulajdonképpen jóval kevesebben vannak kint az utcán, viszont kétszer annyi időt töltenek kint. Tehát tulajdonképpen kihasználják azt az időt, hogy reggel 6 óra, 7 óra és este 8 óra között, amíg van fuvar, addig kint kell maradni, mert utána nincs lehetőségük egyáltalán semmilyen munkához jutni. Tehát kényszerpályán vannak. Ugye ez alapvetően az első hullámban sem volt jó a helyzet, de most a 8 órai kijárási tilalommal gondolom még sokkal drámaibb. Teljesen keresztúzta. Közben azt nézem, hogy ugye Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában kitért arra, hogy karácsonykor mi lesz, mert hát nem tudom, taxisok is nyilván szeretnének otthon karácsonyozni, de azért a munka sem mindegy, hogy van-e. Annyit mondott Orbán Viktor, hogy idén kis karácsony lesz, és hogy 21-én dől el, amiről már beszéltünk, hogy mi lesz a szabályozás, de úgy fogalmazott, hogy egy este lehet, hogy belefér, és lehet, hogy a 10 fős családoknak nem számítják bele a 14 évnél fiatalabbakat. Ez egy pici könnyebbség, de nyilván ez nem nagy segítség a taxis. Nem hiszem, hogy ez az egy nap fogja kihúzni a szolgáltatási szektor résztvevőit az óriási káoszból és a bajból. Éppen ezért fogalmaztunk meg különböző kéréseket, egy mentőcsomagot várunk a kormánytól. Ezt a kamarákkal együtt külön, és együtt is letettük az asztalra. Miből és várunk. Tulajdonképpen nagyon sok olyan gondolat van benne, amit már alkalmazott a kormány a tavaszi első hullám kapcsán, hiszen olyan adó fizetési könnyítéseket adott a kisvállalkozóknak, ami azért nagyon nagy segítség volt számukra. Arra nem számítottunk mi sem, és szerintem a kormány sem, hogy ilyen hosszú ideig el fog ez húzódni, ez a második hullám, és még nem látjuk a végét. Annyi a különbség az első és a második hullám között, hogy az első időszakban még voltak tartalékaik a kisvállalkozóknak, és itt azért kitérnék, hogy nem csak taxisokról van szó, hanem arról a 800 ezer kisvállalkozókról, mikro- és kisvállalkozókról, akik tulajdonképpen erre tették fel az életüket, erről szólnak az elmúlt évek. Azt kértük, azt kérjük és azt várjuk a kormánytól, hogy hasonló módon egy adó könnyítéssel, ahogy a Katárnál is megfogalmazták, addig, amíg tart ez a helyzet, ez a válság, addig segítsen egy hasonló módon, mint az előzőekhez képest. Illetve minden évben kérjük, hogy vizsgálja felül az online pénztárgépekkel kapcsolatos adatkártyáknak a hatósági díját. Ugyanis amikor ez bevezetésre került 4 évvel ezelőtt, akkor megállapítottak egy 2000 forintos bruttó 1905 forintos tételt, ami akkor tulajdonképpen már soknak tűnt, de mivel 50 ezer kiskasszát érintett, ezért valamiből ezt a fejlesztést meg kellett oldani. Mára már 250 ezeren használják az online pénztárgépet, ez azt jelenti, hogy csak a mobil szolgáltatóknak 5 milliárd forintot termelnek a kisvállalkozók. Én azt gondolom, hogy ez az a pénz, amit most vissza kellene venni, át kellene gondolni, és erre is tettünk javaslatot. Mi a helyzet azokkal a taxisokkal, metálóra, akik bérlik, leasingelik az autóikat? Hát ők vannak a legnagyobb és a legrosszabb helyzetben, hiszen egy vállalkozónak azon túl, hogy a saját autóját fenn kell tartani, szervizbe kell, a szervizdíjak emelkedtek. A biztosítási díjak nemhogy csökkentek volna, vagy esetleg egy állandó értéket mutatnának, hanem a biztosítók valami okfolytán úgy gondolták, hogy jövőre még nagyobbat emelnek. Tehát ezeket a költségeket ki kell termelni. Visszatérve a kérdésére, azok a kollégáim érezték először meg ezt a válságot, akiknek azokat a költségeket, amiket az ebből elmentem, azon túl még a leasingdíjat, a bérleti díjat ki kell fizetni, nem tudják. Nem véletlen, hogy a parkolókban, a különböző telephelyeken bálákba állnak ezek a sárga autók, hiszen nincs, aki ráüljön. Ugye lehet hallani, hogy a B-verzió, hogyha nincsen fuvar, akkor az az ételszállítás és ilyesmi. Ez mennyire segítség? Ezt tavasszal
fogalmaztuk, megkértük a magyar kormánytól, és nagyon gyorsan ezt támogatta is, hiszen különböző tevékenységi engedélyeket kellett volna beszerezni ahhoz, hogy a taxi szolgáltatáson túl, tehát a személyszállításon túl mi ételt, kis csomagot szállítsunk. Ez tavasszal ez a kormányrendelet megvalósult. Ma azért lehet már látni, hogy körülbelül 1000 sárga taxi rohangál étellel, különböző kis csomagokkal a városban, tehát nekik egy lehetőséget adott, nem húzza ki őket a teljes kátyúból, de valamilyen lehetőséget adott, hogy ne legyenek munkanélküliek. És még egy utolsó gondolat, hogyha mondhatom, hogy ez a mentőcsomag még arra is kitér, hiszen a budapesti kereskedelmi és iparkamra és a kamarák megfogalmazták azt is, hogy legyen egy válságkezelő alap. Ez a válságkezelő alap arról szólna, mint Németországban, Ausztriában, hogy azt a bizonyos minimálbért, különbséget a munkahely megtartásra, és erre nagyon szeretném, ha fókuszálna mindenki, hiszen nem csak a nagyvállalkozóknak kell megtartani a munkavállalóknak a munkahelyeit, hanem azoknak a kis és mikrovállalkozásoknak, akik önfoglalkoztatók. Tehát úgy szeretnénk mi megtartani a munkahelyünket, hogy mi is szeretnénk egy kis támogatást ehhez. Csak egy számot várom már öntől röviden. Hányan adták vissza az engedélyüket? Ez pontosan nyár elejére, tavasz végére fog realizálódni, és pontos számot akkor tudunk mondani, hiszen mindenki egy évre kapja meg a tevékenységengedélyt. Nagyon sokan felfüggesztették, most lefagyasztották, igazán akkor fog kiderülni, hogy tavasz végén, nyár elején hányan vizsgáztatják le újra és újra az autóikat. Átadjuk a szót most Lampi Ágnesnek, köszönjük szépen, hogy itt vagy, jön az online lapszemle.